Pizza King. 0-80-999-999. Töljünk a Viva Kometen, és hát ilyennek ez egy nagyon boldog perc, hiszen ha jól tudom, akkor te már, vagy téged már eltalált egy üstökös, így van? Igen, és nagyon régóta vágytam rá, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Igen, árul, de hogy mi a titkod, mitől voltál te több a nézők, vagy a szavazók szemében, mint a többiek? Hiszen ahogy láttam az utolsó pillanatig, úgy harcolt mindenki a szavazatokért, mint hogyha ezen múlna a plázahatni. De szemét vagy. Nem tudom, hogy mitől voltam, nem gondolom, hogy több lennék valamivel a többi énekestől. Valamiért mégis megkaptad a gömböt. Valamiért, hát biztos most lelkesebbek voltak a rajongóim, vagy valami ilyesmi. Vagy csináltál sok kamu profilt magadnak Facebookon. Igen, vagy azért. Na de tényleg, mit jelent neked ez a díj? Hát azt mondod, hogy régóta vágytál rá. Igen, régóta vágytam erre. Még pár éve egy legjobb videoklipes gömböt nyertem meg. De ez az valójában nem is neked jár, hanem annak, aki készítette. Igen, igen. Úgyhogy elszomorítalak, azt igen, nem te nyerted. Tudom, de tudom, én ezzel tisztában vagyok. De ilyen év énekesnője című díjat nem kaptam, és jó az év énekesnőinek lenni igazából. Meg tudod, az is bennem van, hogy én jövőre már elköltözöm Bostonba, és bár nyáron meg karácsonykor haza fogok jönni koncertezni, meg mindenféle dolgot csinálni, de lehet, hogy nem tudok már olyan intenzíven itt lenni, mint most, és akkor ez egy ilyen szép pont az íre. Nem akarok megint elszomorítani, de nem női előadóról van szó? Tehát nem énekesről. Azért van különbség. A női előadó és az énekesnő között? Igen. Hát te, aki zenét fogsz, komolyabb zenét fogsz tanulni, azért csak tudod, hogy mi a különbség az előadó és az énekes között. Azért, ha megnézzük a palettát, nálatok volt énekesnő is, meg előadó is. Igen, és ki volt az előadó, és ki az énekes? Na, erre válaszolj. És erre muszáj válaszolnod. Hát te énekes voltál. Én énekes voltam. És rajtam kívül még ki volt énekes? Voltak biztosan. Ilyen kettő közül én vagyok a riportertől, a riportalany. Miért ez így nem jó, hogy így átveszem? Ilyen végezetül most mondod, hogy utazol el Bostonba, mikor jössz majd utána haza, vagy egyáltalán fogsz hazajönni, vissza szeretnél majd jönni? Vissza szeretnék jönni. Nyáron mindenképpen hazajövök, a tudok, meg karácsonykor, mert hát a családom is nagyon fog hiányozni, nem fogom kibírni, hogy egy évben egyszer látom őket, meg én szeretnék az itthoni zenei életben jelen lenni valamilyen szinten. Szóval biztos vagyok benne, hogy azért vissza fogok jönni, miután lediplomáztam.